én nagyon korán indultam, egész gyerekkorom apának volt egy barátja, aki nagyon ügyesen rajzolt, most biztos, hogy menő festő lenne, akkor biztosítási ügynök volt, és nagyon jól sakkozott, és az apám is sakkoztak, oda járt hozzánk, és amikor nem is sakkozott, hanem a nagypapám, akkor rajzolta a Frank Feri, és én olyan 2,5-3 éves kisfiú voltam, és néztem. És aztán kaptam egy agyhártya gyulladást, és az agyhártya gyulladásból kigyógyulva valami történt a fejembe, hogy intenzívebben kezdett el érdekelni ez a rajz. És akkor volt, hogy lerajzolt engem a Feri, és most is emlékszem arra a rajzra, egy jó rajz volt egyébként, a fél oldalam árnyékban volt. És emlékszem a csodálkozásomra, egész kisfiú voltam, hogy nem is látszik a szemem, mégis néz. Mert kifejező volt az a rajz, amit csinált az a fiatalember. És akkor én azt gondoltam, hogy ez nekem nagyon tetszik, és elkezdtem csinálni. Ugye egy gyerek nem tudja, hogy mennyit kell ehhez tanulni, meg minden. És hát ahhoz, hogy gyerek voltam, ügyes, ügyesen csináltam, lehagyoltam nagymamát, nagypapát, a szarkát, a tyúkokat, a lipákat, a ház oldalát, a körtefát, mindent lerajzoltam. Amit láttam, mindent, a csillárt, a széket. És ezt azóta se hagytam abba. Állandóan rajzoltam, kórházba, mindenhol rajzoltam. Börtönbe is rajzoltam, amikor a Rákosi pajtás becsukott. És így aztán később mentem iskolába, főiskolára, és a főiskolát hamar ott hagytam, mert semmi értelme nem volt. Ugye akkor kezdődtek a politizálások a főiskolára, egyik nap bementem, és a csodálatos, kellemes hangulatú főiskolán, ez csak tanulókör volt, ilyen marxista tanulókör, vagy nem milyen fene. Mert aztán abban nem akartam már részt venni. Én a marxizmust megtanultam még előbb a másik rendszerbe, a gimibe, Marosvásárhelyt, ahol érettségiztem. Többi filozófia mellett azt is megtanultam. És hát nem akartam, hogy egy olyan négy ellem és pali tanítson engem a marxizmus, megvizsgáztasson. Meg untam az egészet, ott már festésről szó sem volt, ott politizálás, és ott hagytam. Az apámnak nem tetszett, hogy festek, és a 14,5-15 éves lettem, amikor azt mondta, hogy valóban festeni akar, azt mondta, hogy igen, valóban festeni akar. És nem akar, ő sem akart belőlem, mert nagyon ügyesen boncoltam, mert alkalmam volt bejárni ott a klinikára, illetve az egyetemre. Olyan feketén szereztem ilyen nullákat, és ott hát érdekelt engem a művész anatómia, de nem a boncolás, nem az orvosi szemponta. És hát ügyesen csináltam, és ott a prof mondta az apámnak, hogy milyen ügyes ez a kisfiú. Hát én még nem akartam semmi ilyesmi lenni, sebész vagy ilyesmi lenni. Nem is lettem volna hozzá, jó arra a mesterségre. És akkor az öreg azt mondta, ha nem, ha festő akarsz lenni, te egy őrült vagy, levesért akarsz dolgozni, mert valóban régen levesért dolgoztak itt nagyon tehetséges emberek. Én azt mondtam, én nem fogok levesért, én meg fogok beleérni. És az öregem azt mondta, akkor leveszem rólad a kezem. Mondom, el is költözhetem? Elköltözhetsz. Hát ő azt gondolta, hogy tékozló fiú, mert éhes lesz, meg fázik, mert nehezen kezelhető gyerek voltam, majd hazamegyek. Hát haza is mentem aztán látogatóba. De elköltöztem, és aztán megketéljek. Ugye én is egy olyan elég kemény fejű volt az apám, én is. El kellett tartsam magam, és nagyon jól eltartottam magam, úgyhogy eladtam a tanulmányaimat. Most ez, bár mindenkinek tudom ajánlani, hogy adja el, amit csinál, mert ha eladom, az egy nagyobb felelősség, ugye, mert ha úgy magamnak rajzolgatok, hát rossz, kész, félig rajzolok, majd legközelebb. De ha el akarom adni, akkor meg kell tisztességesen csinálni, ha egy kis tisztesség van bennem, ugye, akkor azt meg kell rendesen csinálni, hogy legyen pofán pénzt kérni érte. Ugye ez a megbízásos dolog, ami úgy minden festő borsózik tőle, ez nem egy rossz dolog. Egyben nem szabad a megbízót engedni beleszólni, hogy mit fessek, meg hogyan, abban nem engedem beleszólni, de én ma már 71 évesen biztos nem festenék, ha nem kellene az embereknek, ha nem akarnák a képeimet. Akkor valami más csinálnék, mert épp eleget festöttem. De hát kell a képem, az az ihlet, az hozza ki az emberbe. Ha nem lenne rá igény, nem csinálnám. Ugye én nem értem azokat a művészeket, akik azt mondják, hogy magamnak festek én. De hogy festelek én magamnak? Hát magamnak sokkal jobb képeket tudok elképzelni, mint amit valaha meg lehet festeni kézzel és ecsettel és szerszámokkal.
De hanyat fekszem, és elképzelem a csodát, amit lehetetlen megfesteni. Szóval ott valami sántít, mikor ezt mondják a pasasok, hogy magamnak festek, nem magamnak festek. Amellett valóban mélyen sem magamnak festek, nem magamnak festek, az embereknek festek. Arról van szó, hogy tehetségem van, ezt örököltem, azon születik az ember. Öreg lelke van az embernek, a nagypapám nem itt el a kompjúterem állományát. Tehát ma volt mit örököljek, emlékképeket örököltem. És az, mivel régóta a régi nagyapáim se itták el valószínűleg az anyamat, tehát nagyon mélyre visszahúzódó, a történelmi időkbe visszahúzódó emléképeim vannak betiplálva a kompjúteremben, és ezért könnyen lényeget tudok fogni. Mert a lényeg mindig ismétlődik, és hangosan szól az ember fejében. A lényegtelen az lekopik, hogy azt éjszakon szerezte az ősem, vagy délen, vagy valahol a tapasztalatait. A lényegtelen dolgok azok lekopnak, de a lényeg erősen szól. De most a művészet az abból áll, hogy lényeget tudok fogni, ez a tehetség, lényeget fogó képességem van. Na most ez a lényeg, ez egy, az az alaptörvény, ami szerint működik, ami szerint forog körbe ez az egész kracni, aminek a megtalálása, a felismerése, olyan tulajdonságai is vannak ennek a törvénynek, hogy az ember többnek, jobbnak érzi tőle magát, felemeli az embert valamivé. Úgy érzem, hogy na, mégsem vagyok akkora kaka, hanem mégis valami vagyok. Hogy egyáltalán érezni tudom ezt a törvényt. És hogy benne vagyok ebben a forgásban. Ez egy nagyszerű dolog, benne lenni. Ugye, mert forog ez nélkülem is, de tudom, hogy velem forog. Hát ez egy nagy minőségi differencia. Egy képben valami olyasmi sugárzik, mint hogy az emberek kimennek az erdőbe sétálni. Azt mondja, jaj, de jó, sétáltam egy jót. Pláne városi emberek nagyon szeretnek erdőbe sétálni. Aztán én sokat gondolkoztam, hogy miért szeretnek olyan nagyon sétálni. Nem a levegője, nem a zöldér, mert szép. Most a természet gyönyörű. Te, hogy gyönyörű? Mi a fele gyönyörű a természetben? A természet borzalmas. Az egész arra épülő, hogy a gyengébbet megeszi az erősebb. És körbe eszik egymást. És esszük egymást körbe. Hát mi ebben szép? Ez irtózatos. Fantasztikusan érdekes. De van egy rettetes erő, ami forgatja az egészet, ugye? Szóval van egy alapintelligencia az egészben, a kőbe, a kavicsba, benne, mindenkiben benne van, ugyanaz az intelligencia. Egy alaptörvény, ami működik. Amitől ez olyan csodálatosan forog, és ez a csillag tudja, hogy mikor kell felrobbanjon, a madár tudja, hova kell költözzön, és én is tudom, hogy mi a teendőm az életben. Hát az ember néha eltéved, de általában azért egészséges emberek tudják, hogy mi a teendő. Na most ebben benne lenni, ez egy felemelő érzés. Na, amikor kimegy az erdőbe sétálni, nem tudja tudatosan, de egész biztos, hogy azért, mert keresi a törvényt, azt az el nem mocskolt tiszta törvényt, ami azt mondja, utálom a város, kimegyek az erdőbe sétálni. Mert a városban miért utálja a város? Mert összekoszolódott a törvény. Ugye? Ez a mi hülye modern civilizációk, ez mindenbe beletiport, össze-vissza zavart mindent. Nagyszerű dolgokat is csináltunk ugyanakkor vele, de hát nincs benne rend. Szóval a rendről elfeledkeztünk. Ez a reneszánszig nagyszerűen ment, amíg a kultúra irányította a civilizációs fejlődést. Na most egy művész azt csinálja, hogy találkozik ez a lényeggel, ez egy élmény számára, és ezt az élményt, ez egy emberi tulajdonság, hogy közlés vagy, muszáj közölni. De nem olyan egyszerű, ez meg kell tanulni a mesterséget, ami hát egy kemény játék a képzőművészet. Mert a mesterség nem csak abban áll, hogy az ecset szűrös felével festek, vagy a másik végével, mert lehet mind a két végével festeni, sőt ecset nélkül is lehet, hanem például az, csak egy dolgot mondok, hogy egy profi festő, egy tanult profi festő, akinek ez a mestersége hivatása, nem vár az ihletre. A dilettáns vár az ihletre. Ugye, hogy olyan hangulatba kerül, hogy olyan kiválóan tud koncentrálni, hogy képes egy kompozíciót összehozni. Mert minden kép egy kompozíció, ha egy fejet odafestek, az is egy kompozíció, az is szín és ritmus és egyébnek a kompozíció. Na most, ha tudom a mesterségemet bármelyik pillanatban, azt mondják, állj oda, ha nem vagyok beteg, mert hát a betegségnél legyengül az ember, akkor kevesebb energiája van, és ez sok kell, tudok koncentrálni. Ez a mesterségbeli tudás. Nem az, hogy az ecset melyik felével festek, az persze, hát azt megszállítunk neked.
Meg hát kell tudni rajzolni, meg kell tudni festeni, de festeni meg rajzolni sokan tudnak. Ahhoz nem kell tehetségesnek lenni, hogy valaki rajzolni és festeni tudjon. Elég, ha ügyes. Képesség is elég hozzá, nem kell tehetség. Magyarországon a papírforma szerint, meg amit a Álombácsi ugye eltartott annak idején, az 6000 nyilvántartott képzőművész van. Az egész világon nincs annyi, de ez vicc. Hát 10 millióból. Én örülök, ha 20 van alkotó művész. Viszont van 6000 diplomás úgymond művész, aki remekül meg tud rajzolni, meg tud festeni egy képet, meg is tudja komponálni, mert azt meg lehet tanulni, ha valaki ügyes. De más dolog az ügyesség, és más dolog az alkotó művész. Hát most ahhoz, hogy valaki alkotó művész legyen, nem elég a tehetség, elengedhetetlen, de nem elég. Ugye hát Einstein úr mondta, hogy a zseniálitás az 10% tehetség és 90% izzadságos munka. Ez így is van. Szóval meg kell tanulni az ABC-t, amivel aztán el tudom mondani az élményeimet az embereknek, hogy az nem elég, hogy én érzem. Itt a modern művészet berkeiben vannak ilyen tévedések, hogy valaki maszatol valamit, csak akkor közben érez. És azt hiszi, hogy én is érzem, aki nézem a maszatot. Nem érzem. Szóval annak el kell jutni hozzám. Erre azt mondja, hogy igen, mert te kulturálatlan vagy, nem így van. Szóval ez nem lehet művészet, nem arra való, hogy kis whitefield-i rétegeknek csináljuk. A művészetet tömegeknek kell csinálni, nagy társadalmaknak kell csinálni. És kötele a művésznek, én szerintem, persze, hogy bármit mondok, az mind ott van a tévedés árnyéka, de hát nekem ez a meggyőződésem, de hát mindenki másnak tisztelem a másik meggyőződése. Én szerintem, ez nagyon praktikus is, mert egy üres szobában elmondott vers sose lesz költemény. Egy olyan kép, amihez nem tudnak az emberek hozzáférni, nem tudom belecsalni a mondani valóba az embereket, az sose lesz műalkotás, az csak kép marad. Ugye, mint ahogy vers marad a költemény, ha senki se hallja. Költeményé és műalkotássá nem én teszem. Önmagát a mű teszi. Amikor én aláírtam a képet, az egy rettenetes pillanat. Akkor azt jelzi az aláírásom, ez a maximum, ezt tudom pillanatnyilag, nem tudok többet. Ez egy vallomás, egy szörnyű pillanat, amikor aláírja az ember a képet. Amíg festi, addig reménykedik, hogy ez jobb lesz, több lesz benne, többet tölt kifejezni, mint az előbbibe. Ebbe több lesz. De amikor aláírtam, csak ennyi van benne. De ott nincs kész a kép. A kép aztán kezd igazán élni az emberek szívébe. Illetve a hatása a fontos. Ha nincs hatása, akkor az csak egy kép, nem lesz sose műalkotás. A műalkotásoknak hatásuk van, hatnak az emberekre, az emberek lelkébe, szívébe, mentalitásába, stb. Változásokat okoznak, ettől műalkotások. Szamárság arra törekedni, hogy ne értsenek. Mind ahogy arra is én csacsiságnak tartom a törekvést, hogy modern legyek. Ugye most nagy divat a modernség, a vadonatújság. Hát miért törekedjek arra? Hát én vagyok az egyetlen és vadonatúj százban. Ilyen. Miért törekedjek rá? Akkor is az vagyok, ha nem törekszem rá. Amellett én nem is tudnék egy középkori százbandi lenni, vagy egy reneszánsz százbandi, mert én most élek a 20. században, ez természetes, és 20. századdal szemmel látom a reneszánszat is. Sokkal fontosabb dolog jelen esetben, ha egy festőről van szó, hogy egyéniség legyek. Mert ott kezdődik a művészet, ahol az egyéniség kezdődik. Aki képes arra, hogy összegyűjt annyi kultúrát a saját kultúrájából, annyi adatot, hogy fölépíti a saját kultúra, a saját filozófiáját, és arra épít egy művészetet, festészetet, vagy irodalmat, vagy bármit, amit művel. De ahhoz meg kell tanulni a mesterségbeli részt. Az írónak is meg kell tanulni a mesterségbeli részt. A zenésznek talán nem, a zeneszerzőknek talán nem. Az egy érdekes dolog, hogy egy festőnek meg kell érni, szóval az idő kell, vagy egy írónak meg kell érni. Egy 8 éves gyerek nem tud írni, szóval ahhoz képest, hogy 8 éves jót ír, de egy remek művet nem tud csinálni. De 8 éves gyerekek már írtak remek művű szimfóniát, ugye? Szóval valahol a zene más utakon terem meg az emberben, mint a képzőművészet, meg az irodalom és az egyéb művészetek. Ez egy érdekes dolog. Sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen, meg is fogom egyszer majd találni rá választ, hogy miért van ez így, hogy az mi az a más út, és mi ez a más út. Mert a végeredmény ugyanaz, csak az más úton teremtődik.
vagy talán ősi, régebbi művészet, többet örököl már az ember, többet tud róla egy csecsemő, amikor megszületik, mind a képzőművészetekről. Ezt többet kell gyakorolni. Hát, ugye most nagy baj van a művészekkel, mert hát azelőtt az állambácsi eltartotta az úgymond művészeket. De én azt hiszem, hogy az igazi tehetségem most sincs baj, meg akkor sem volt baj, mert az mindig, az kimossa magát, mint a szikla a vízbe, mint a sziklából a víz kimegy. Szóval nem tudja semmi útját állni. De szóval nem hiszek elveszett tehetségbe. A tehetségnek az is a tulajdonsága többek közt, hogy nem tud elveszni. Hanem ha rosszak a körülmények, akkor megtanul énállni, vagy megtanul meggazdagodni, de mindenféleképpen megteremti a saját függetlenségét, egészen biztos. Én a magam életéből is tudom, hogy én mindig tudtam alkalmazkodni. Ha sóher voltam, akkor sóher voltam, és az nem változtatott rajtam, de szabad voltam feltétlenül. Ha meg igényeim lettek, akkor megteremtettem hozzá pénzt, hogy független tudjak maradni, hogy ne dirigálhasson nekem senki. Ugye, mert vagy úgy vagyok szabad, hogy megtanulok kenyeren és hagymán élni, híd alatt, úgy is lehetek szabad, mert mit csak a láncaimat vesztetem, vagy úgy, hogy igényeim vannak. Ugye én például imádom az autókat, meg szeretem a csicsamicsát, mindenféle szép dolgokat, művészeti alkotásokat, butorokat, egyebeket, ami hát pénzbe kerül, amit nem adnak ingyen, ez drága játék. De hát éppen, mert tehetséges vagyok, meg tudom teremteni az adományt. És én ezt a változatot jobban szeretem. Jól éreztem magam, szegényen is, nagyon sokszor voltam úgy, de meg kell mondjam, hogy jobb gazdagnak lenni, és így függetlennek lenni. Most én nem vagyok most pillanatnyilag gazdag, de jó szituált vagyok. Nem is akarok most már több lenni, mert valamikor volt, hogy gazdag voltam. Az is teher. Szóval amikor nagyon gazdag valaki, az is teher. Ez a legjobb, ez a közép. Hogy érzem, hogy nem kell lopjak, csaljak, szamárságokat csinálni ahhoz, hogy az igényeimet, a saját igényeimet meg tudjam teremteni, meg a környezetemnek biztosítékot tudjak produkálni. Egyszer menedzselt egy úr, a Dalinak volt a menedzsere 18 évig, a Captain Peter Moore, de olyan sokba került nekem, hogy megkértem egy év után, hogy maradjunk barátok, de hagyjuk abba ezt a játékot, ez nekem nem ér ennyit. Most oda építem a nevedet, elég nekem az, amit én születtem, nem kell nekem menni nagyobb név. És tényleg nem kell, mert nem jó, mert elvesz teljesen, így is túlismert vagyok, mert ez túl pici az ország. Az ember elveszti a magánéletét, elveszti önmagát. Szóval már az rendben van, hogy a művész a mindenkié, de nem mindegy, hogy mennyire. De. Szóval én nagyon jól ismertem a Dalit, az a sors úgy hozta, hogy sokat voltunk együtt, a Mary's Hotelben sokat együtt is laktunk. Hát nem úgy, hogy egy apartmanban, csak egy szállodában, és hosszú ideig. És összebarátkoztunk meg a Péteren keresztül is. És nagyon tiszteltem, szerettem a Dalit, de azt a rémületet, amikor rázuhant a nyilvánosság, halálosan beteg volt tőle, és nem kívánom azt a betegséget. Ugye ezek a Dali, Picasso-ságál, meg ezekbe az üzlet csinált ilyen irritatatos nagy neveket. Tehát voltak ott körülöttük más nagyon tehetséges emberek, így ők is nagyon tehetségesek. De nem lett ekkora név, mert ezekbe egy csomó milliót beleraktak az üzletemberek, is veszik belőlük. Többszörösen kiveszik belőlük. De ahhoz, hogy valaki Picasso lehessen ilyen nagybetűkkel, az néhány milliót előbb bele kell tenni a sportkasszába. És a Daliba is, egész Rauschenbergig. Aztán ez ott megszűnt, úgy néz ki, hogy most már ezt nem csinálják. Szóval most legalábbis én nem tudok róla, hogy lenne ilyenfajta üzlet. Igaz, hogy világszerte a galériákkal rettetes bajok vannak. Szóval abszolút üzleti síkra ment át az egész. Azelőtt szakemberek csináltak galériát, és jó üzletet vele. Ugye a Hammer, a Knödler galéria New Yorkban, nagyszerű galériák voltak. Aztán a Hammert a Knödlert eladták, megvette a Libovics úr a textilmilliómos, odaadta a aranyi fiú fiának, kirúgta a szakértőket, és pillanatokatnak mentek ezek a nagyszerű galériák. És amik most működnek, nem értenek a képhez. A galériák nem értenek a képhez, ez borzasztó nagy baj. Ugye kellene, hogy értsen. Na most az a baj, nálunk még az a baj, hogy a szakértők se igen értenek a képhez. Ugye? Szóval vannak, akik értenek, de azok mélyen titkolják, szóval azok nem nyilatkoznak, meg nem is kérdezik őket.
Itt nagy baj van, ugye, mert a galéria lehetne egy kulturális, egy művészet irányzatoknak lehetne például esetleg talaja. Bár én az irányzatokat hülyeségnek tartom, mert ilyen nincs, hogy irányzat. Az mindig utólag állapítják meg, ugye az impressionista volt, az volt. Hát ezt én értem, hát a műtetészeknek szükségük van arra, hogy valami rendet lehessen csinálni, be lehessen sorolni. De hát én igazán azt gondolom, hogy akit egyáltalán be lehet sorolni, ott már a művészettel baj van. Úgyhogy ha megnézem például a nagy impressionistákat, hát akkor vagy ez nem impressionista, vagy az nem. Ha nézem, hogy mi a meghatározója annak, hogy valaki impressionista legyen, akkor az Seurat az impressionista, a többi nem. De szóval ezek olyan dolgok, hogy ez engem különösebben sose érdekelt, az izmusok általában nem érdekeltek. Az izmusok azok divat dolgok, a divat megmulandó dolog. Azon kívül, ha érdekelne, se tudnám csinálni, mert egyéniségem van, és az diktálja az én gondolkozásomat, és a munka tempómat, és a munka minőségemet, és a munkám szellemiségét, és minden egyetet. Akinek megveszik a képét, azt hamisítják. Hát nem csak engem hamisítottak, a világon mindenkit hamisítottak, aki eladható. Itthon rosszul hamisítanak, az a baj. Szóval ezek nem felkészült hamisítók, és becsapják a vevőt. Én a vevőket sajnálom, hogy becsapják őket. Volt nekem olasz hamisítom, az olaszok kiválóan tudnak hamisítani, mert tanult mesterek, megtanulják a mesterséget. Ugye az úgynevezett ügyes emberek, nincs egyéniséged, nagyon ügyes, meg tudja tanulni a mesterséget, még abban is ügyes, hogy megérzi, hogy én milyen úton járok. Szóval azt az utat is érzi, és tudja utánozni a külsőségeit. A belső lényegét nem tudja utánozni, egyetlen egy hamisítványnak az sose sikerült még eddig a műtörténet, amióta fennáll. Volt a kiváló hamisítók, a Hóriék például, aki nem is azt csinálta, hogy lemásolt egy Picasso vagy egy Braque képet, hanem csinált egy új Picasso-t, új Braque-ot, és zseniálisan csinálta, de hát lebukott, úgyhogy a végén a börtönbe halt meg szegény, kár értem, mert egyébként egy nagyon tehetséges, érdekes ember volt. Egy remek könyvet írt, hogy csinálta a hamisítványokat. De hát az engem nem érdekel a hamisító, meg nem sajnálom tőle ezt a kis jövedelmet, amit megkeres az én megépített verejtékemből. De sajnálom azokat az embereket, akik rossz hamisítványokkal, rossz munkával becsapnak. Sajnálom a gyűjtőket, mert a magyar gyűjtő nem olyan, mint egy... Az amerikaiakat nem sajnáltam, mert ott volt pénz. Vesz egy másikat, kész. De hát itt nem, itt olyan, hogy fél életet dolgozik valaki, hogy egy képet meg tudjon venni, és ezt becsapja egy ilyen szélhámos, ez valamiség jellemző, hogy itt utána fölveszik a főiskolán. Az egy siker, hogy hamisított X-et vagy Y-t, akinek sikere van. Igen, ez egy furcsa dolog. Hát persze ez nem magyar specialitás, hanem egy haldokló kultúrában élünk, az utolsókat rúgja. És amikor egy kultúránk vége, akkor vége van az erkölcsi rendjének és az etikájának is, az etikai rendszerének. Szóval nincs kressz, amivel közlekedni lehet. És hát kressz nélkül meg nem lehet közlekedni, úgyhogy ettől van mindenkinek borzasztó kényelmetlen érzése. De hát én remélem, hogy ezek a nagyszerű kölykök, akik most itt főnőnek, megcsinálják majd azt a szép új világot, és lesz annak egy új erkölcs és egy új etikája, ami majd működik megint hosszú időn keresztül. Ez az 5000 éves, ez befutcsolt, az biztos. Ugye mi vagyunk ennek az utolsó mohigányai, én már nem tudok ebből a bőrből kibújni. Én ezen az úgymond európai keresztényé vált kultúrán nőttem fel, és hát ebből én már nem fogok kimászni, már az öreg fiú vagyok, de remélem, hogy itt a fiatalok megcsinálják vihargyorsan ezt az új kultúrát és ezt az új erkölcsöt, ami hát megint emberi életet biztosít a tömegeknek.